Szóval egy ilyen deci címert készítek. Itt van. Ilyet. Na, készítek egy videót, hogy hogyan faragok. Által lesz olyan, akit érdekel majd a jövőben. A végső készleteimet ide teszem kéz alá. Egy ilyen banános dobozszerűségre. Tettem a tetejére keresztbe egy deszkát, azt ott elvonnak. 4, 5, 6 vésővel, 7 darab vésővel maximum készítem ezt az egész munkát. Nekem munka. Valaki azt mondja rá, hogy így művész, úgy művész. Ó, engem nem érdekel, vagyok művész. Esetleg egy kézműves. Ijedtem, mert már sem tudom, melyik kalapáccsal nyomjam. Én fakalapácsokkal szeretek dolgozni. Valaki fabunkóval. Ennyi. Fabunka az olyan érdekes név. Bunkó miatt. Na szóval. Nem nagy valami ez a decs címere. Hát. Van több ilyen képem, ami alapján készítem. Van egy ilyen ütött kopott, 5000 éves. Ezt még a Bognár Cecil bácsinak köszönhetem. Azt mondta, ingyen fénymásolja nekem, ha én megfaragom. Tök rendes. Szóval megfaragtam, úgyhogy nem kell most kifizetnem. De történt ez már 2003-ban, tehát most 2019-et írunk, 16 éve. Minden esetre köszönöm a Cecil bácsinak. Készséges, ügyes. Jó, hát azóta meg gratulálni is szeretnénk neki, hogy ő a lovaggá ütötték. Kultúra lovagja lett. Most tudom, hol folytassam. Annak azért is volt rajta ilyen olyan repedések. Nekem két szék a szobrászállványom legtöbbször. Rá szoktam nézni a képre, utána munkára a képre, munkára, és akkor már elveszek abba, hogy azt sem tudom, hol tartok. Akkor már az én leszoktam ütni egy-két vésőnyomot. Persze világosnak kellene lennie. Ilyen félhomályban nem nagyon lehet faragni, de azért ennek a címernek 95%-a ennél a fénynél. Valamit nappal is, valamikor besüt a nap itt. Úgyhogy ezt ide szoktam tenni, ezt a függönyt. Ez nem függöny. Ez egy törölköző, jó besötétít.